sorakoznak az emberek az adóhivatal előtt. Arra panaszkodnak, hogy túl sok a papírmunka, a felesleges adminisztráció az adóbevallás kapcsán. Olyasmit kényszerítenek itt ránk ezekkel a papírokkal, itt mink kifizettük ezeket a csekkeket, még minden, de hát nyilván valamit még itt kiköltőteni. Az épületek után ezentúl azok piaci értéke alapján kell adózni. Négyzetméter alapján számolták ki az adót. Amortizáció címén évi 1%-kal csökkentik az ingatlanok értékét. Erre vetik ki a 0,3%-os adót. Eddig a termőföldek megadóztatása a kataszteri jövedelem alapján történt. Most az adóalapot a föld piaci ára szerint állapítják meg, és 0,1%-os adókulcsot alkalmaznak. A piaci árat a köztársasági adóhivatal határozta meg az elmúlt 3 hónapban adásvételi szerződések alapján megállapította ár után, és a 137 dinár négyzetméterre. Ez községenként változik, mondjuk Zsabján kisebb, Temerinben elég magasak a földárak, tehát 137 dinár az alapja négyzetméterre, az azt jelenti, hogy holdja után úgy Gorombán olyan 750 dinár lesz évente hold után a földadó. Temerinben az adóbevallásokat május végéig kell megtenni. Ha valaki elmulasztja, az ingatlanok értékét és az adóalapot egy községi bizottság fogja felbecsülni.